A Szaturnusz kerül éppen a helyére a Gotthard Obszervatórium kertjében. A naprendszer modelljét Matisz Attila készítette el. Egy a 450 ezerhez való kicsinyítéssel van elkészítve. Úgy számoltam ki, hogy a naptól a Neptunusz pont 10 kilométerre legyen. Bár a bolygók méretaránya egyezik, távolságuk érzékeltetéséhez a kert kicsinek bizonyult. A Neptunusznak vép határában kellene állnia, mutatják a csillagászok. A Fizika Mindenkié című országos rendezvénysorozat célja az volt, hogy minél többen kerüljenek közel ehhez a tudományákhoz. Megmutatni egyszerűen azt, hasonlóan az, mint a kutatók éjszakája, vagy egy kicsit más területen a múzeumok éjszakája, hogy mennyi érdekesség van, ami mellett úgy talán elmegyünk. És koncentráltan viszont lehet, hogy észrevesszük ezeket az érdekességeket. Nemzetközi szakembergárda, köztük Szabó M. Gyula, a Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója dolgozik egy űrtávcső felépítésén, aminek éppen a makettjét mutatja. Ez a műszer más csillagok körül keringő bolygókat kutat majd. Itt van az optika, a képrögzítő elemek belül. Egy nagy hatszög alakú kockában lesznek a tápegységek, radiátorok, giroszkópok, mindenféle, ami a működéshez, irányításhoz szükséges, és a napelem pedig mindig a nap felé mutat. Az érdeklődők az Obszervatórium tudomány és technika történeti állandó kiállítását is szemügyre vehették, ahol több mint 100 éves csillagászati és fizikai kísérleti eszközöket láthattak, többet működés közben.